Ez a híradó, köszöntöm Önöket! Az év első napjaiban megkezdődött a gyógyító tevékenység a Gróf Eszterházi Kórház új belgyógyászati osztályán. Január 6-ától a kor legmagasabb elvárásainak megfelelő infrastrukturális környezetben modern gyógyító eszközökkel felszerelt osztály várja a betegeket, két szinten a modern épületben. Másfél milliárd forint uniós támogatásból valósult meg a Gróf Eszterházi Kórház ez idáig legnagyobb struktúraváltást célzó beruházása. Az új háromszintes, kétemeletes, modern épületben kapott helyet a belgyógyászati osztály. Mindenképpen elsődleges célunk volt az, hogy a 60 ágyas belgyógyászati osztályt egy helyen tudjuk működtetni. Ez mindenképpen előnyt jelentett a betegek szempontjából, mivel koncentráltan egy helyen mindenki számára elérhető módon és a kor elvárásának megfelelően tudtuk őket elhelyezni. Az ellátás szempontjából pedig a rendelkezésre álló nővérgárdát a lehető legjobban és a leghatékonyabban tudtuk munkába állítani. Mindannyian nagyon örülünk, hogy a belgyógyászat lett méltó arra, hogy átjöhettünk. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy a lehető legjobb körülmények között végezzük a munkánkat. Ilyen szép, háromágyas, világos, modern, külön fürdőszobákkal ellátott kórtermek állnak a betegek rendelkezésére az új belgyógyászati osztályon. A betegek nem kórházban érzik magukat egyébként, hanem szinte egy hotelban, és a pszichés tartás ilyen a beteg szempontjából rendkívül fontos a gyógyulás szempontjából. Hát a munka is sokkal könnyebb, mert tudnék egy helyen van minden, a diagnosztika, a szubintenzív ellátás, a követés, az obszerváció és a kezelések. Hát maga a hely is gyönyörű, Európa színvonal, szerintem az országban nincs még egy ilyen osztály. Akik erre jártak, és itt voltak más intézetekből, azok csak gratulálni tudtak, és irigykedtek. Most az egyszer örültem annak, hogy irigyek, megmondom őszintén. Hát persze, hát minőségi ugrás, hát hatalmas. Dr. Vörös Ibolya főigazgató hangsúlyozta, óriási eredmény, hogy megszűnt a belgyógyászati osztály széttagoltsága, s hogy a kor elvárásainak megfelelő körülmények között tudják gyógyítani a betegeket. A belgyógyászati osztály egyébként folyamatosan teltházzal működik. A naponta otthonába bocsátott 4-5 beteg helyére folyamatosan érkeznek újak, és az ügyeletekben ellátott járóbetegek száma is jelentős, mondta el az osztályvezető főorvos. 23 éve működik a Tűr István gimnáziumban a 8 osztályos gimnáziumi képzés, mely iránt minden beiskolázási időszakban nagy az érdeklődés. Idén a kisgimnáziumi nyílt napot február 27-én tartják a Tűr gimnáziumban. A programon a képzésről, annak előnyeiről és a jelentkezés feltételeiről kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Január 27-én szerdán 14 órára várják a szülőket és gyermekeket az intézménybe a nyílt napra. Erre a napra egy olyan programmal készültünk, amelyben szeretnénk bemutatni a diákoknak egy kicsit a diákok oldaláról 8 év folyamos gimnáziumunkat, illetve a szülőket is tájékoztatnánk a képzés lényegéről, illetve arról, hogy milyen módszerekkel, milyen elvek mentén tanítjuk mi ezeket a kisdiákokat. A 8 osztályos gimnáziumi képzés számos előnyt tudhat magáénak a Tűrben, ahol jól képzett és felkészült pedagógus gárda foglalkozik az általános iskolából érkező kisdiákokkal, kiemelt figyelmet fordítva a tehetséggondozásra. Az iskolai közösség befogadó és segítőkész, az 5. osztályos tanulók hamar beilleszkednek a gimnázium mindennapi életébe. Én a Tarci Lajos általános iskolába jöttem, és azért gondoltam, hogy ide át szeretnék jönni, mert sok barátom idejött, és nagyon jókat hallottam erről az iskoláról. Nem bántam meg, hogy idejöttem. Igen, egy kicsit többet kell tanulni, de itt is nagyon jó, és az osztályközösség is. Az osztálytársaim kedvesek, és egy kicsit többet kell tanulni, de az engem nagyon nem zavar. A szeptemberben induló tanévben Zsuponicsné bátyai Erzsébet fogja szárnya alá venni a kicsiket, ő lesz a kisgimnáziumi osztály osztályfőnöke. Ez a korosztály egész más hozzáállást igényel, mint a nagyobbak. Ővelük még többet kell foglalkozni, jobban oda kell rájuk figyelni, több törődést, odafigyelést igényelnek, és mindenképpen pozitív hozzáállást és motivációt. A 8 osztályos gimnáziumi képzésre február közepéig kell jelentkezni.
A jelentkezési lap kitöltéséről a nyílt napon részletes információt kapnak az érdeklődő szülők. A jelentkezést követően szóbeli elbeszélgetésre várják a kisdiákokat. Ezen beszélgetés, valamint az általános iskolában elért tanulmányi eredmény lesz az alapja a kisgimnáziumi felvételnek. Tegnapi híradónkban a Tür Gimnázium péntek esti szalagavató ünnepségéről számoltunk be. Január 15-én azonban egy másik pápai középiskola végzős tanulói ruhájára is felkerült a tanulmányok végének közelettét jelző szalagocska. A Petőfi Sándor Gimnáziumban két osztály 55 diákja kapta meg a piros-fehér szalagot ünnepélyes külsőségek között. A szalagavató mindig fontos mérföldkő egy iskola életében, de nem csak egy üres hagyomány, egy unalmas ünnepség, hanem sokkal több annál. Egy lépés az önmegismerés, s lassú, de biztos elindulás az igazi felnőtt lét felé, fogalmazott Csarmasz Ágnes, a 13. B osztályfőnöke a végzős diákokhoz intézett beszédében. A szalag, amit ma feltűzünk nektek, jelképezi összetartozásokat egymással és az iskolával. Összeköt titeket. Jelzi, hogy utatoknak ez a szakasza közös volt, és jelzi egyúttal magát az útelágazást is, ahol most álltok. Jelzi, hogy végzősök vagytok, és lassan elvallagtok majd iskolánkból. De azt is jelzi, hogy amíg hordjátok, még ide tartoztok. Maradj egyedi és különleges, figyelj embertársaidra, légy toleráns. Látta el tanácsokkal a Petőfis diákokat az osztályfőnök. Petőfis éveitek alatt remélhetőleg megtanultátok azt, mit jelent a közösség, mit jelentenek az igazi barátságok, kire számíthatok igazán az úton, amelyen haladni szeretnétek. Ne feledjétek, a Petőfi közösségi szelleméből bármikor meríthettek majd életetek során. Az ünnepségen a végzős osztályok zenés-táncos műsorral emlékeztek az iskolában eltöltött évekre, majd a program fénypontja a szalagok feltűzése következett. Az utolsó éves tanulók a két osztályfőnöktől, Csarmasz Ágnestől és Jósár Istvántól kapták meg a piros-fehér szalagot. Az ünnepi alkalom zárásaként a végzős diákok keringőt táncoltak az iskola aulájában. Az idei 8 alkalmas egyetemes imahét első alkalmára várták a híveket tegnap kora este a Hemóba. A Krisztus hívők egységért rendezett programon a baptisták ideiglenes imahelyén Szakács Gergely református lelkipásztor hirdetett igét. Az imahét első közös alkalmának címe a Ne maradjon a kő a sírnál, Krisztus feltámadására utal, mondta Szakács Gergely a tegnapi eseményen, majd hozzátette. Szükség van nem csak arra, hogy erre az első feltámadásra, Krisztus feltámadására gondoljunk, hiszen ez a hitünknek az alapja, és hogy ezt újra és újra ebben megerősödjünk, hanem az is, hogy az életünknek a megújulása lehet így mondani, időszakos feltámadásaink is legyenek, hiszen be kell látni, hogy a hívő ember is gyarló ember, ami azt jelenti, hogy azért elalszik a hitünk, elveszítjük a lendületünket, a motivációnkat, és azért van szükség minden alkalommal megújulni, ami fontos a napi megújulás is a hitünkben, és fontos az ilyen különleges alkalmakkor, mint például az ima héten is erről beszélni. És maga az ima hét is szükséges, aminek tematikája a feltámadásra és Krisztus nagy tetteire alapul. Különösképpen azért van erre szükség, mert egy olyan világban élünk, ahol, ha lehet ezt mondani, sok minden rendelkezésünkre, bármit végül is megtehetünk, bármilyen információhoz hozzáférhetünk, bármit megvehetünk a boltban. És hát a hívő ember számára is sokszor a hangsúly erre tevődik, hogy a hétköznapi életben milyen dolgokhoz juthatok hozzá, hogyan élvezhetem az életet. És az igazán fontos kérdések azok pedig háttérbe szorulnak. Ezeket az értékeket is próbálják erősíteni az imahét során, melynek lényege, hogy a pápán található 4 történelmi egyház közösen tartja ima alkalmait. Ezeken az ima heteken azt erősítjük, hogy mi valójában egyek vagyunk, hiszen mindannyian Jézus Krisztusban hiszünk. Mindenjüknek ő az élete, életének az ura, és igazából ez a hangsúly és ez a lényeges, hogy ne a különbözőségeinkre tegyük a hangsúlyt, arról beszéljünk, hogy miben vagyunk mások, hanem sokkal inkább, hogy kiben vagyunk mi egyek, és ezért fontos az imaheti alkalom. Az imahét következő alkalma 20-án szerdán 17 órakor a Szent István Római Katolikus Nagytemplomban lesz. Akkor Salgó Ferenc kanonok plébános, tanúskodás a közösségről címmel hirdet igét.
Az imahét programjai egészen szombatig minden nap más-más templomba várják a híveket. Híreink után most nézzük, milyen idő várható holnap. Szerdán változóan felhős idő várható, délelőtt az ország északi felén lehetnek erősen felhős körzetek, majd délután észak felől másutt is erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Északon, északkeleten helyenként hószálingózás, gyenge havazás is lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 5 és mínusz 11 fok között alakul, napközben pedig 0 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!